Sziasztok! Ma folytatom a Third Days Total War Dividend Conquer végigjátszásomat Vasudvarda, és itt maradt abba, ugye, hogy elveszítettem megint Karazgaladont, sajnos, plusz ugye jött egy újabb inváziós sereg, amit le kéne győzzek. A gond az, hogy valójában ez egy nagyon erős inváziós sereg, ugye, jó egységek vannak benne. Nagyjából a legjobb egységei, ugye, amit a frakció képezni tud. Ugye Black Shield Warriors, Pale Uruk is van. Mondjuk vannak ilyen gyengébb egységek, ugye, Horde, Lándzsások. Na jó. Lássuk ugye, hogy milyen lesz a harc ellenük. Wow! 4 az 5, ez az arány. Ez így nem a legjobb. Oké. Számszerű jászaim nagyon le vannak gyengülve, balliszták ugye megvannak, de annyi az egész, hogy a balliszták, hát valójában nem olyan jók. Mármint jók, csak ugye sok idő kell nekik még nagy veszteséget tudnak okozni az ellenségnek, és ugye a legtöbb esetben az ellenség nem áll meg, hogy ugye, hogy lelőjem őket. Sajnos. Ú, bakker. Mondjuk itt van egy nagyon szép magaslat. Csak ugye rá kell vegyem majd valahogy az ellenséget a támadásra. Most ugye egy ilyen lazább alakzatot akarok használni, hogy több... több legyen a hely, ugye az előcsatározóimnak. Ezért ugye a gyalogságot, a közelharci egységeket előrébb rakom. Oké, meg lehet, hogy jönnek ők. Ja, várjunk, nekik is van egy ballistájuk. Na jó, van egy jobb ötletem. Vargok előre. Ugye kicsit megtámadom őket a vargokkal, és van esélyre, hogy ugye akkor megindulnak. Ja, itt vannak ugye ezek a Pale Urux. Ezek nagyon jók amúgy. Én egy roham a testőrségük ellen. Jíí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 
Oké, okay, nekem ugye kéne intézzem a ballisztásaikat. Saruman előre. Ennyi az egész, hogy az AI nem nagyon hagyja ugye, hogy csak úgy elintézzem a ballisztásokat. Sajnos épp annyira nem buta. Oké, okay, bármivel elkezdtem lőni őket, így csak megindultak. Oké, okay, lőjük a balisztával a szerszórgyaikat. Kicsit kell blokkoljam őket, sikolyokkal. Fél orkok, nem, fél trollok.
none shall oppose us. I serve the Oké, okay, csapat Nazgûl irány ide. Csak letámadták őket. Gondoltam, sikerült blokkoljam azt az egységet rohammal, de mégsem. Bár nekem ugye van egy nagy előnyöm, ami ugye a vargok. Oké, okay, itt ugye... Itt el vannak a izék, a Nazgûlok. Még csak most jön, jön ugye még egy csapat Mountain Guard, és jönnek a pélulkok. Only half the enemy force remains. Kellő nézét a Mountain Guardot, ugye ezek valójában nagyon erősek, mert ugye ezüstgerendások. Az összes Samsriasszal azokat kellőjem, ugye. Valójában a balliszták egész jól nyomják. Oké, lőjük a izét, lőjük a pél urukokat. I deserve it.
Oké, vargok gyorsan ide. Oké, egy ellenséges tábornok meghalt. Hogy elnézem, győzni győzünk, csak ugye... rendkívül nagy veszteséggel. Ezért az Orthan Sentries nem tudja kilőni ezt a tábornoki testőrséget sajnos. Oké, meghalt még egy tábornok. Ezt a csapat pikásat elveszítem ugye, ezüstgerendások sajnos, de... ja, sajnos nekik annyi. Mármint nem az sajnos, hogy ezüstgerendások, hanem az, hogy elveszítem őket. A Nazgályok mint mindig ugye nagyon jól teljesítenek. Oké, már csak a fő tábornokuk van. Ha minden igaz, ő az ott köztük. Oké, azt hiszem győztünk. Igen. 233 veszteség. Ugye nekem még 1002 emberem maradt, de amiből... hát ugye rengeteg... Az ugye ballista kezelő, szóval a sereg az valójában rendkívül gyenge. A legtöbből is Nazgály 279? Igen. Igen, ugye a Nazgályok azok rendkívül jól teljesítettek. Oké, ugye sok foglyot nem ejtettem, mivel a tábornokuk ugye az későn halt, meg így leginkább mindhalálig harcoltak. És... ez volt... lehet, hogy ez volt az utolsó inváziós sereg amúgy. Meg lehet, hogy nem. Get ready for fighting, my lord. Orders. Oh wow, itt ezeket küldhetem vissza. We have completed an objective. Now, orcs! Listen up! Orcs! Pick your feet up! No sleeping here! Objective complete. Hűha, ez érdekes lesz amúgy. Oké, már itt jön ugye némi erősebb erősítés. Get ready for fighting.
Csak ugye még kell néhány kör, mire idér. Rendben, itt ugye ezeket le kell győzzem. Vannak ugye ezek a kisebb gondori csapatok, ezeket most le kell győzni. Jó, mert ha minden igaz, nagyon nagy veszteséggel nem fog járni, és... kapok pénzt ugye a legyőzésükért. Oké, itt ugye szintén van némi egység, amit jó lenne átképezni. Jó, várjunk. Á, van egy csapat íjász miliciájuk. Igazából jó lenne rárásolni az ellenséges kapitányra. Oké, Uglug egy kicsit elől van. Ezek a gondori gyalogosok meg egyfolytában rohamoznak. Oké, ezek a gondori gyalogosok nem hiszem, hogy sokáig húzzák, ugye aranygerendás vargok és berzerkerek ellen. Na szép, gondor lancsás megtört. Igen, ugye lemészárolják a izét a gondori gyalogosokat. Ja, megtört a csapat. The enemy's general. Oké, még ugye kéne elkapni azokból az íjász milicistákból. Oké. 15 veszteség az ugye nagyon kevés. Amiből jó néhány testőr volt. Oké, ez itt ugye egy kicsit erősebb sereg, két csapat lovas is van közte. Az erősítésben szintén.
Oké, okay, bár hogyha éjszakai harcot választok, akkor ugye csak ezzel a csapattal kell megküzdjek. És valójában úgy lesz. Utána pedig megküzdök a másik csapattal. Akkor ugye berserkereket küldeném a izé ellen, a lovasaik ellen. Oké, annyi az egész, hogy övék a magaslat. Ám bár... vannak gondori íjászok. Oké. Okay. Jobb és bal szárnyon ugye a izék, a lovasaik. Valójában nem nagyon kéne előre rásolni, mert... tudom lőni őket a ballisztával. Oké, most, hogy mozognak össze-vissza, akkor csak előre kéne menjek. Mert most ugye, mivel mozognak össze-vissza, az íjászaik nem lőnek. Gondor Cavalry! Victory will be ours. Is very much in our favor. Victory will be ours. Oké, amúgy várjuk őket, csak azért ugye ez a sereg már tud némi veszteséget okozni, mivel jobbak ugye az... Már nem a jobbak az egységek, hanem csak többen vannak. Fejlesztett páncélzatú gondori lovas. Nazgályok harcolnak az íjászaik ellen, az jó amúgy. Egész, várjuk, bónuszuk van vargok ellen, vagy mi? Lovak ellen, érdekes. Az egész jól feltartják ott a vargokat. Badly bloodied. They have lost half their men. The wolves are hungry.
Hát mondjuk fejlesztett páncélzatú gondori lovas az nem meglepő, hogy nehéz legyőzni őket. Gondor katonái ugye nem tudnak tenni semmit íízó gyűlölet ellen. A lovas urak sem bírtak velünk. Főleg nem a izé ellen, a nazgályok ellen nem tudnak tenni semmit. Nagyon jól felszereltek a izék, a gondori katonák, de a nazgályok azok. Izzó gyűlöletük van ugye. Oké, jönnek a vargok. Oké, a vargok inkább vonuljanak vissza. Oké, nagyjából már csak a izé maradt a tábornok. Van egy gondori íjász, aki túlélte. Az a mázlista. Az szép. Oké, már csak a tábornok maradt, aki ugye még harcol. Ó! Oh. Ja, hogy valójában feladta és fogjulejtettük. Hát akkor kivégzés is lesz. Egy gondori íjász ugye túlélte. Hírmondó persze. Ó, frakció örökös. Wow. Viszlát. Nekünk uruk-hályoknak az ilyesmi ugye nem sokat mond. Ó. Hoppá, Great Beast. Na az mondjuk gáz. Oké, még ezt a kisebb csapatot is le kell győzzem. Bezerkerek ide. Elég veteránok már amúgy ezek az egységek. Ó! Oh. Várjunk, nem két uruk-háj gyalogosom volt? Érdekes. Vagy csak én láttam rosszul? Vagy az egy másik sereg volt? Na, mondjuk
Lehet, hogy kettő volt, na de mindegy. Irány lassan előre, mert ugye az ellenség visszavonult a magaslatra. Mondjuk én is azt tenném. Gondor Spearman. Oké, ugye csak kéne lőni őket. Bakker, de gyökér egy AI ellen játszom, már hihetetlen, hogy folyamatosan visszavonul. Na, most meg előre jön. Mindegy, támadunk, mindenki, előre. Nem is értem, hogy mi az, hogy nem csak úgy lerásoljuk őket, az kész. Lovas milicisták és gondori lovasok. Ez az egység ne harcoljon inkább. If we continue like this, we will smash the enemy. Oké, azokat a Citadel Guardokat nem nagyon tudnák legyőzni a vargok. Vagy hogyha le is győznék őket, de ugye túl nagy veszteséggel. Hát mondjuk 12-t vagy mennyit le tudnának valójában győzni, de ahogy mondtam, ugye túl nagy lenne a veszteség. Jobb elkerülni ugye vargokkal azért a lunge-ás egységeiket, főleg ugye az elitebb lunge-ásokat. Enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Oké, a Los Andraki fejszések is megtörtek. Oké. Egész jó volt. Kéne ugye némi átképzés, és támadhatnám Pelargirt. Igen, ugye Pelargirban leginkább milicisták vannak csak. No sleeping here. Orcs. Get ready for fighting. Get ready for fighting. Regroup you louts. Én nem mondom, vagyok, ezeket le tudom győzni azokkal. Oké, Brettil ugye eléggé be van védve.
elit gondori katonákkal, és maga Faramir, aki eléggé meg van öregedve. Igaz, már ugye a játékban 50 éves. Oké, okay, azt hiszem, hogy jöhet egy körváltás. Igen. Lássuk ugye, hogy mit lépnek a népek. Főleg a törpök. A törpök ellen jelenleg ugye Sarumánnal nagyjából semmim nincsen. A Khazad-dûmi törpök ellen. A gond az, hogy valahol még van ugye sereg, ami ugye az invázióban van. Oké, okay, urukokkal jönnek most már, és Great Beast is van. Igen, ugye? A Kelet-Osgiliathban vagyunk. Oké, okay, a vargokkal kimegyek. Azokat a Great Beast-eket... ha megdobálnám bombával, akkor lehet, hogy... mondjuk, ha megvadulnak, az valójában nem feltétlenül jó amúgy. Mert olyankor ugye még veszélyesebbek. Continue like this, we will smash the enemy. I serve Isengard. Várjunk, ezek hova sétálnak amúgy? Hát, hogy őszintén legyek, fogalmam nincs, hogy hova sétálnak, de oké. Ja, valamiért ugye az AI csak sétál előre néhány egységével. Várj, körbe? Várj, ez körbe megy, és a másik kapunál akar bejönni az AI. Na jó, az azért durva. Na jó, akkor irány mi is ugye ide.
A nazgályok még segítsenek be az ellen, az íjászaik ellen. Ó, felébe! Visszajönnek, visszajönnek! Hú, bakker, csak úgy megfordultak. A fenébe! Great Beast-et kell lőni. Gránátot nekik! Hát az nem volt a legjobb. A battle is very much in our favor. Victory will be ours. Okay, az már jobb volt. Okay, lőjük a izét, a Great Beast-jukat. Gyerünk, gránátokat! Oké, okay. Ó, az megvadult. És pont ellenkező irányba szalad. Ó, tökéletes. Oké, a vargokkal menjünk el onnan. Ojoj. Oké, okay, csak folytassuk a Great Beast lövés, mert visszajöttek! Mi a franc? Ajaj! Ó, az is megsült, nagyon jó, már csak kettő van. Ah. Igen, valójában a Great Beast-ek akkor a legveszélyesebbek, mikor meg vannak vadulva. Oké, okay, megölték az utolsót is. Rendben, ez viszonylag egész jó volt, ugye kicsit furcsán indult az egész, mert ugye az AI körbe akart menni, de utána csak megindultak. Oké, okay, 120 veszteség, az egy kicsit ugye sok, mivel nem igazán vannak embereim ugye, akiket tudok küldeni Kelet-Osgiliadba, de ugye azért is lett ekkora veszteség, mert ugye Great Beast. Ám bár a Great Beast-eket valójában a nazgályok a gránáttal viszonylag könnyedén elintézték. Oké, okay, erre számítottam. Szerintem meg lesz amúgy. The tide of battle seems to have turned against us. We must act and halt this turn of events. Okay, irány ide. Lurc ugye és Uglug és két csapat nagyon elit varg. Mázli amúgy, hogy csak lovas milicisták vannak, és nem gondori lovasok. Meg ugye a gyalogságok is milicistából áll inkább.
Oké, okay, ha sikerülne megölni az ellenséges tábornokat, akkor kész, vége, győztünk. Mármint így is győzünk, de ugye gyorsabb lenne a győzelem. Hol van Uglug? Ah, oké, okay, jó helyen van, hátul. Oké, okay, a tábornok ugye meghalt. Ha, tökéletes, a Warman pikásokat sikerült is megtörni. For the moment, the fortune of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Okay, más csak azért maradtam, hogy az IAS milicisták. És Pelargir városa ugye elbukik. Ahogy a többi. Igen, a visszatérő egység ugye aktiválja a tornyot. Oké, okay, még ugye van némi lovas. És győztünk. Mindössze 31 veszteség. Nagyon nagy mázli volt ugye, hogy a városban csak militisták voltak, meg ugye a tábornoki testőrség. Igen, mert ugye az AI valójában Bretilbe gyűjtötte össze a csapatait, és ugye emiatt ugye ott vannak az elit egységek, így Pelargir pedig csak a militisták maradtak ugye. Így ugye Pelargir védősereg az rendkívül gyenge. Volt. Ú, ott egy variák sereg. Oké. Okay. Lebanon Fallen, ja. Oké, okay, Anulönben lett egy karakter, szóval... Még rosszabb. Rendben, ide mit építsünk? Marad 6000 dénárom, az jó. Építek egy ilyet. Oké, okay, Onodritba kell ugye a Drill Square.
48% Melkor's Shadow van ugye, Edrai Khanban. Nos, elnézést, csak le kellett állítsam a felvételt, mivel ugye volt egy kis dolgom. Oké, amúgy arra gondoltam, hogy meg akarom támadni ugye ezeket a lázadókat és legyőzni őket most már. Irány ide, és ez a tábornok szintén. Szerintem ez elegendő lesz, ám már arra gondoltam, hogy ez mondjuk már a következő részben. Amúgy is ugye zárni akartam a videót. Metrasztot elfoglalta, ugye izé, a fekete numenorok elfoglalták. És ha jól látom, igen, itt vannak a lázadók. Már ugye fosztogatják is a területet. Kell ide építsek egy Shrine-on Melkor, ám bár ez az épület nem kell. És ezt a két berserker egységet küldöm ide, átképzés. Oké, ugye Kairandrosban épül az armóri. Ezt az Amsariász egységet szintén át kell képezni. Az igen. Trollok és Great Beastek. Oké, akkor... ja, valójában legyen akkor az, hogy... irány erre. Get ready for fighting. No sleep. Orcs. Regroup. Listen up. No sleeping here. Come on. We have to listen up. No sleep. Orcs. Listen up. Orcs. No sleeping here. Irány ide, és... ide. Oké, Dol Guldurt amúgy eléggé védik. Orcs! Objective complete. Get ready for fighting. Get ready for fighting. Come on. Okay, át tudom képezni az izét, az uruk gyalogost. Get ready for fighting. We have completed. Okay, ugye most jön jó néhány erősítés, csak még kell vagy három kör, mire megérkezik. Plusz még képzek ugye némi egységet. Get ready for fight. Listen up. Move. Get ready for fighting. Pick your feet up. No sleeping here. Come on. Orcs. Pick your feet up. No sleeping here. Listen. Get ready for fighting. Come on. Listen. No sleeping here. Pick your feet up. Orcs. Come on. Listen up. Object. Get ready for fighting. No sleeping here. Move. Listen. Orcs. Get ready for fighting. Come on. Pick your feet up. No sleeping here. Listen up. Get ready for fighting. My lord. No. Listen up. Okay, így ugye a város legalább több bevételt ad, mivel van ugye egy rendes helytartó. Oké, ugye a következő részt azzal kezdem, hogy ezeket a lázadókat ott legyőzöm, és fel kell készüljek arra, hogy meg fognak támadni ugye a fekete numenorok is. Hova lett Faramir és serege?
Listen up! Orcs! Come on! Get ready! Orcs! Ready. Az itt... nem, nem ez. Az itt ugye a kérdés. This way. Amúgy a gond az jelenleg, hogyha én ugye Gondort le tudnám győzni, mert ő ugye Gondor gyönge. A gond az, hogy lecserélem ugye a gyönge ellenséget egy erősre. Jó egységeik vannak amúgy. I am a warrior, not a diplomat. Listen up! Oké, ezt a 42 létszámos pikás egységet küldöm Sirith Yaurba. Igen, meg kell építsem a Drill Square-t. Orcs! No sleep in here! Come on! No sleep in here! Get ready for fighting! Így... így majdnem a legtöbb egység, és majdnem az összes egység ingyen fenntartásom van. Itt ugye még rosszabb a közrend Taragrondosban a izé miatt, az ügynök miatt. Na jó, ám bár akkor arra gondoltam, hogy most már tényleg zárom a videót. Szerintem meg fogják támadni Keletos Giliátot, és hamarosan ugye tudok egyesíteni csapatokat, ugye megérkeznek az erősítések. Vissza kell foglaljam megint Karaz Galadont, és el kell foglaljam Khazad-dûmöt. Szeretném legyőzni a izét, az, ami az már nem Eredluin, hanem a Khazad-dûmi törpöket. Ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!